kellett egy ilyen film. A taxisblokád megtörtént mindannyiunkkal, de nem volt idő átgondolni, nem volt idő lecsengetni, hogy zajlott velünk az élet, húzzoljuk magunkba kibeszéletlenül. Kicsit most leülünk, visszanézünk, mi történt velünk akkor, mint országgal, mint nemzettel, mint társadalommal. És abban a három napban arra jöttem rá, hogy csináltuk ezt a filmet, összesűrűsödött a rendszerváltás. Egyszerűen benne van az összes illúziója és az illúziók elvesztése. Az, hogy nem lesz kolbászból a kerítés. Az, hogy itt azért 17 éven keresztül hitelekből élt az ország. A Kádár olyan hiteleket vett föl, amit eddig nem kellett visszafizetni, egy hamis jólét, újás kommunizmus, legvidámabb barak lett finanszírozva. De most az új kormánynak vissza kell fizetnie 20 milliárd dollárt. Innen indul a rendszerváltás. Tehát nem onnan indul, hogy hirtelen mindenkinek nyugati autója lesz, hirtelen mindenkinek jobb fizetése lesz, hanem onnan indul, hogy pont, hogy a Kádár rendszer jobb körülményeket tudott biztosítani hitelből. Tehát volt benne egy csalás. Ezt az Antal kormány nem tudta biztosítani, sőt azt mondta, akkor most elkezdjük visszafizetni a hiteleket. Úgyhogy a filmből ez is kiderül. Úgy gondolom, hogy a rendszerváltozás az a néhány év, amikor a századvégi demokratikus Magyarország kialakult, a magyar történelemnek egy nagyon fontos eseménye. Méghozzá egy örvendetes eseménye a történelmünkben, ritka győztes forradalom. Ugyanakkor azonban ez az emberek agyában nem így jelenik meg, hiszen ez a rendszerváltozás az rengeteg rosszat hozott az embereknek. Nem hozott sem jólétet, amiben reménykedtek, és sem igazságot, amiben egyesek szintén reménykedtek. Hozott viszont békét, hozott viszont reményt a jövőre nézve, és esélyt arra, hogy a demokratikus Magyarország előbb-utóbb meghozza talán a jólétet is. Azt gondolom, hogy ezt az időszakot meg kell jeleníteni, és az utókornak is megörökíteni, és nem csak dokumentumfilmben, hanem játékfilmben is. Minél több játékfilmet kell csinálni a történelmi eseményekről, különösen az örvendetes és sikeres történelmi eseményekből. És ez az első ilyen film, ami a rendszerváltozásról forgattak, és én nagyon örülök, hogy ez megjelent. Magyarországon kell bátorság ahhoz, hogy a történelemről beszélj, és mert minden politikának tűnik, és minden aktuál politikának. Ha azt mondom neked most, hogy István király és Koppány vezér, abból is aktuál politikát hall ki az ember, hogy melyik oldalra állsz. Ugyanakkor a filmnek nem az a feladata, hogy egyik vagy másik oldalra álljon, hogy egy vádbeszéd legyen, vagy egy politikai beszéd, hanem pont az, hogy dialektikájában, kettősségében ragadja meg azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiket mindkét oldalról kell nézni. És tulajdonképpen mindkettőnek igaza van. Ez egy olyan történet, a taxisblokád, mint egy görög tragédia, ahol mindenkinek igaza van. Az ember, a néző ráismer a valóságra, ha így ábrázolod. És ehhez kell, részemről is kellett bátorság, a Lajos Tamás részéről, a Dőzsér Ádám a rendező részéről is, és a kultúrpolitika részéről is, hogy végül azt mondta, hogy jó, legyen egy ilyen film. Lehet, hogy nem értünk vele egyet, vagy nem értjük, hogy mi lesz ebből, de csináljuk meg, mert egy adalék lesz a történelmünkhöz. Én erre esküdtem föl.